Már július végén megjelent a kormány költségvetéséről szóló törvény, és ezzel együtt az adójogszabályok módosításai is, amiről az államháztartás valamennyi szereplője tájékozódhat és felkészülhet a következő évi gazdálkodásra, mondta dr. Berczik Ábel államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkár kedden Egerben, a 20. önkormányzati költségvetési és adókonferencián. Emellett hát a jövő évi költségvetést tekintetében az önkormányzatok áttanulmányozták a rájuk vonatkozó szabályokat, megtapasztalhatták azt, hogy a jövő évi költségvetésben valamennyi olyan kötelező feladat, amely rájuk van róva, megfelelő módon finanszírozásra került, a működési kiadásaik, működési támogatásaik számottevő mértékben növekedtek. A konferencián résztvevők az úgynevezett ASP informatikai rendszer gyakorlati használatáról is tájékoztatást kaphatnak. Az önkormányzatok fegyelmezettebben kezdenek el gazdálkodni, tehát egy tanulási folyamaton megy végig az önkormányzati rendszer. Reményeink szerint az ellenőrzésnek is köszönhetően, illetve az ASP rendszer maga is fegyelmezettebb adminisztrációra kényszerít az önkormányzatokat. Az elmúlt három évben negyed annyi büntetést szabott ki az államkincstár az önkormányzatokra. A konferenciát megelőző sajtótájékoztatón dr. Pajtók Gábor kormány megbízott elmondta, a Heves megyei kormányhivatal is igyekszik segíteni a helyi önkormányzatok munkáját. Mi a kormányhivatal pedig, ha úgy tetszik, a saját eszközeinkkel próbáljuk ezt a fajta együttműködést segíteni. Jegyzőértekezeteket szervezünk, a képviselőtestületi tagok, polgármesterek számára képzéseket tartunk, illetőleg a megyében működő állami szervezetek részére pedig a közigazgatási kollégium működtetésével adunk segítséget a munkájukhoz. A konferencián 160 önkormányzat közel 300 dolgozója képviselteti magát, hogy első kézből tájékozódjon az aktuális adójogszabályi változásokról.